Sakk. Hagyjuk abba. Szóval, ja, folytatjuk a kisegítő iskolás Imre történetét, aki kezd belefáradni, hogy Ákos átnéz rajta, amikor próbál emberkedni neki. Annyira felbosszantja, hogy kitervel egy gonoszságot Ákos ellen, ami legalább annyira elfuserált, mint az, aki kitalálta. Leszámolok Ákossal, végleg. Na, most bosszút állok a nagyképű unokabátyának. Tönkretette a randimat Eszter. Most megfizet. Meg akarja semmisíteni a Berényi Kft. Logó tervezetét, amit Ákos szerkesztett. Biztos görnyetten dörzsölgette a tenyerét, mikor kitalálta ezt a fasságot. Aztán, hogy eltüntesse nyomait, szétszaggatja a rajzot. Lenyúltad és apró fesztnikre tépted. Kaphatsz egyet, hogyha nagyon akarsz. Én nem szoktam verekedni. És mi van, ha én voltam, na? Olyan nagy tragédia? De kit érdekel ez a baromság? Jöjjön egy kis GP harc. Hagyjátok már abba a mindenségét! Te szemét állat! Nézzük meg újra. A sztori, ami ehhez a ponthoz vezet, annyira lényegtelen, hogy inkább vesézzük ki ezt a jelenetet. Imre pár ütési kísérlet után lazacos vergődéssel dörgölőzik Danihoz, aki leszakítja a ruháját. Imre örülhet, hogy ennyivel megúszta azok után, hogy Dani nem csak Gézától kapott órákat, de harcművészetre is jár. Na mi van? Fáj valami? Ez kung fu. Ősi önvédelmi sport. Erő. Ügyesség. Én nem szoktam verekedni. Imre hátát mindenki látja, amire a lehető legjobb módon reagál. Te szemét állat! Teljesen besokkol, de még mielőtt kivergődne sírva az ajtón, még belenéz Ákos szájába. Gondolom itt az volt a dolga, hogy a riválisával szappanoperás komoly nézzenek egymásra, de csak ennyire futotta. Imre! Állj már meg! Mi van? Mi történt a ruháddal? Mi van? Megtámadtál? Engedjetek el! Legalább ezt vett fel! Mi folyik itt? Imre! Ezt a hisztit a semmire, csak a hátát látták, nem a bizonyítványát. Az lenne gáz, de így mindenki simogatni fogja. A dráma király. Pénzhamisítás. Ugye ez csak vicc? Nem, ez halálkomoly. Zsolt már majdnem végigvitte a büntető törvénykönyvet, és a fő küldetés szában pénzhamisítás a következő quest. Géza, hogy elinduljon valahogy a sztori, szert tesz nagy mennyiségű pénzpapírra. Zsoltnak erre eszébe jut, hogy Nóra apja nyomdában dolgozott, ahonnan kirúgták, mert nem szedte össze a nyesedéket. Szedd össze a nyesedéket a vágónál. A furfangos terv az, hogy Kártyán Béla annyit veszítsen, amivel kényszeríthető lesz a közreműködésre. Zsolt szemfényvesztő trükköket vet be Béla megkopasztására. Elég béna terv, de ezzel kell beérnünk. Béla, mi profik vagyunk, akár csak te. Láttál te már egy pénznyomtatásra alkalmas offset gépet? El fog menni? Ha nem egy 5 tonnás daruval megyünk, akkor nem. A bankjegyhamisításhoz észkel és némi szakértelem. Eddig elfelejtetted mondani, hogy totál amatőrök vagytok. Zsoltnak be kell ruházni egy 1000 pész számítógépre, hogy Béla megalkossa a sablonokat. Ebből kérek 2 bőröndre valót. Hozzak esetleg még egy kávét? Vagy letöltsünk az internetről esetleg lazításképpen 1-2 pornóképet? Ott a nyomda. Ez az egy bejárata van elől. A lényeg, hogy a 3 amatőr pénzhamisító betör a nyomdába, ahol lopakodós pálya jön, ugyanis egy biztonsági marauder ogre a főellenség. Túl tudnak járni az eszén, mert annyira hülye, az Amazonasból egy betű hiányzik és nem tudja a választ. Zsolt zsivány trükkel megzavarja az ogre figyelmét és hátulról kritikus támadással leteríti. Megkötözik és össze-vissza húzigálják a nyomdában. Bocsásson már meg, aki ezt kitalálta, de mi ez a primitív bűnöző gárda? Béla lógott kb. 30 000 forinttal Zsoltnak, hát mennyire természetes, hogy be tudják fogni egy munkára, amiért 15 évet is ülhet. Ráadásul teljesen ingyen, mert nem kap semmit. Mi ez a pénzhamisítás? Zsolt még egy árva forintot nem keresett azzal, hogy bűnözik, erről a Pancser profi organizációként akar működni. Géza meg...
Géza hozta a pénzpapírt, de valójában végig Katával randizgatott. Ez a hármas még valami pancser vígjátékba is kevés lenne. Pénz végül ropogós, amit nem költhetnek el, de Géza pont leszarja, úgyhogy elvisz egy köteggel. Mivel a rendőrség nyomoz a nyomdai betörés ügyében, sajnos Nóra apja végleg elköltözik, ugyanis elege van, hogy kihasználják a primitív gengszterek. Fogadjon meg tőlem egy jó tanácsot. Szigorúan tiltsa el a lányát attól az embertől. Higgy el, tudom, hogy mit beszélek. Lesz még folytatása a sztorinak, mert a dollárt természetesen Magdi anyus fogja megtalálni. Mivel minden nő unja a Mátyás téren fellelhető kukába való férfi egyedeket, Krista elhatározza, hogy táncos hímringyókkal tölti meg a rózsabisztrót. Igazi csippendés, a legszebb férfiakkal odafönn csorgatod a nyálad a pucérnők képeire. Ezt most miért mondod? Hogy is volt az, amikor Csabát elvitted egy striptízre? Aztán meg fölszedtetek mind a ketten egy hivatáshoz. Nem is tudom, ki vett Misinek pornóújságot kis kett csinálónak. A csapat éltáncosa és menedzsere Lorenzo Lamas eljön felmérni a terepet a hölgyek csodálatára. Mivel Éva a főszervező, közelebbi kapcsolatot kezd ápolni a striptízessel, ami felbosszantja Lacit. Okkal fél, mert az ellenfele nem csak sokkal vonzóbb, de okosabb is, ami hősünket idejét múltán nyilvánítja. Mi volt előtte? Manöken vagy szépségkirály? Nem, tanár. Magyar nyelv és irodalom. Egyébként az meg egy alkati kérdés, hogy az ember tetszik a nőknek vagy nem. Ebből meg lehet élni. Pláne, ha emlékszünk, még Laci küzdött a Poresszal. A hétvégi kúria. Hogy a megtekintésétől feltámassza a féleszű teremtő bojtosát és megtámadja Gabi petesejtjét. Ehhez képest Lorenzo Lamas nekem teljesen nemzőképesnek és aktívnak tűnik. Egyébként valóban bányászok vagyunk, mert hogy bányarémek közt mászkálunk. Köszönöm. Elkezdődik a táncest, ahol a legjobb dolog megint a részek Claudia. Gyerünk, fiacskám, megérezd magad! Már először is megmondtam, ennek a nőnek csak és kizárólag részeget kellene játszania. Elmegy, ott viszi a tunikáját! Mi baj a tunikájával? Shy Guys fiú banda és indián performanszok. Én még nem voltam férfi striptízen, de vannak pillanatok, amiket tuti szórakoztatónak tartanék. Például végignézni a tömegen. Aztán miután vége a bulinak, Lorenzo Lamas privátba hívja Évát, aki készen áll széttenni a lábát, ugyanis Lacival rég elváltak, és amúgy is egy kukás gyász. Édes erőszak. Laci végighallgatja az egészet a fodrásszalon ajtajában, mint a balfasz fia, miközben hallgatta, hogy a csaját tették helyre. Hosszú órákon át tart a táncos petting, amit Laci türelmesen végigvár. Amikor már levetkőztették egymást, és már tényleg nem maradt más, mint betenni, Éva meggondolja magát. De itt. Már rég lefeküdtél velem. Professzor Lorenzo Ringyó Lamas rendkívül szomorú lesz, mégis milyen szemétség már eddig húzni, hogy aztán a haszontalan Lacival bújjon az ágyba. Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha Éva kisétál és visszamegy a Hoffer Józsihoz, aztán Laci átáll a szomszéd ajtóba várakozni. Vagy még jobb, ha Lorenzo elkapja Lacit hazafelé, hogy befejezze, amit elkezdett. Na jó, ez már sok. De nem annyira sok, mintha a többi táncos is véletlen arra járt volna, hogy Lacit keményen megbat. Korábban több ízben bebizonyítottam, hogy Géza ugrál a téridőben azzal a céllal, hogy minden univerzumban megdugja Katát. Bor Géza. Hát te hová húzol virágszálon? Téged keresnek. Engem? Mondjad kicsi, mire? Hősünk betegesen élvezi nem csak, hogy Kata kiskorú, hanem hogy ezzel mindenkit felbosszanthat. Persze, hogy imponál neki az ilyen fickó, mint a Géza. Börtön tölt elé. Én tudom, milyen az, amikor a férfiak rávetik a szemüket egy pipire. Pislog, riszálja a fenekét, és 17 éves. Most szeretem Gézát, és hogyha akarok, akkor lefekszem bele. Ha kell, oda kötözlek az ágyhoz, de nem fogom hagyni, hogy összefeküdj egy ilyen senki házival! András még azt sem tudta feldolgozni, hogy a csöves bánat Csaba vette el Kata szüzességét. Most meg ez. Mai Gézánk, Géza R100, a legromantikusabb mind közül. Végre van egy lány, akit érdemes, akit szeretek.
Nem csoda, hogy könnyű volt rávennie Katát, hogy Kotonnal készüljön a randevúra. Éjjel beszéltek meg egy találkát a bisztróba, de mivel Zsuzsa kikotorja a Kotont, Kata táskájából sarokba állítják. Erre egy ismeretlen jó akaró jelenti a rendőrségnek, hogy betörés történt a Rózsa bisztróban. Szegény Andriskám, el tudom képzelni, hogy ki van borulva, miért az egyszerűen pici lánya ott akart kamatyolni egy ex-bűnözővel a bisztróban. Mint egy gyilkost, bilincsbe verve. Hát micsoda emberek ezek? El fogjuk megint veszíteni. Van bármi tippetek, ki lehetett az? Ki telefonálhatott Miklósnak, hogy betörő van a bisztróban? Nekem van egy kúsza tippe. Te voltál. Bármennyit is gondolkodok minden kérdésre, a te neved a válasz! Ki a telefontrükkök nagy specialistája? Ki szokott álnéve vagy név nélkül felhívogatni másokat? És ki az a szemét tetű, aki engem feldobott? Na és ha én voltam? Szóval te voltál. Én? Igen, én ofelelné meg! Aztán mivel nem tudnak sehol dugni, gondolom nagyon be lehetnek indulva, mert nem is elég nekik egy hotel, össze akarnak költözni. Ismerem. És tudom, hogy ő az igazi. Ez orbitális hülyeség, kimondani is egy baromság! Neked mi is a szakmád? Jó, azért, mert ilyen... Szóval ilyen konkrét szakmád nincsen, azért még értek dolgokhoz. Meg van fellépésem, nem? Szóval azt hiszem, hogy fellépésem fellépés. Van. Fellépés. Hát az manapság kevés. Kéne túlihegni, ma a munkanélküliek fele azért munkanélküli, mert van szakmája, csak már lejárt. Itt van például a bányászok. Mi bányászok vagyunk, mert hogy bányarémek közt mászkálunk. Köszönöm. Szóval, ja, Géza terve újból sikert fog aratni, ráadásul így Kata kiskorú testét akármikor használhatja beteges vágyainak kielégítésére. András ezt nem engedheti, ezért ármánykodós trükkök bevetésére készül. Szerinted mit szólna Kata, ha megtudná, hogy a szerelme lefeküdt a volt barátja anyjával? Jól hallottátok. Géza megdugta Csaba. Konkrétan, aki rivalizálni mer vele, szó szerint megbassza az anyját. Lehet a szeme láttára. Nem elég, hogy Csabát amnéziásra verte, bedrogozta, bezárt egy időhurokba, még az anyját is megdugta. Aztán Laci nagyon mérges lett a hír hallatán, így muszáj bevetnie a híres Novák Gyomrost. Miért kell neked egy tisztességes nőről úgy beszélned a házban, mintha egy legutolsó ringyő egy mindenki macája volna? Tudni akarod, én Éváról csak az igazat mondtam. Igaz? Igen. Hát, kér neked igazat! Éváról csak az igazat mondtam. Igaz? Igen. Nyelvvizsgára készülni. Hát tényleg marha jó nyelvvizsgára készülni, magolni az angol szavakat. Emlékeztek még, mikor Magdi anyus lementáint sütött? Legvadabb álmaimban sem gondoltam volna, hogy ennek lesz folytatása. Magdi anyus angol süteményt készít, Misi meg összezavarja a tájszólás angoljával. Amerikai sütemény, lemon pine. Angolul van, de te biztos tudod, mit jelent, nem? Nem. Lemon pie. Lemon pie. Citromos sütemény. Nem lemon pie, inkább csak ne esd ki az ót. Valódi lementine. Lementine. Erről szó sem volt. Lementine. Lementine. Szerencsére megtaláltam a régi táblát a szertárban, ugyanis újra használnunk kell. Szóval, ja, Géza és Kata összeköltöztek, tudjátok hová? Egy ház kertjében lakik egy kutyaholba. Egy putriba, ahol megállt az idő a 70-es években. Senki nem örül ennek a kapcsolatnak, András ellenzi a legjobban, de a két család többi tagja megbékélt vele úgy, hogy házavatót tartanak, ahová Magdi a kedvenc süteményünket készíti. Azért csak sütök egy tepsi lementáj. Ne udvariaskodj már, vedd el tőlem ezt a süteményt. Lemon pie. Lemon pie. Gyerekek, még meg sem kóstoltátok a lemon pie-omat. A lemon pie. Pedig direkt a ti kedvetekért sütöttem. A táblánkra felkerült lemon pie, lemon pine és a lemon pie. A hosszú törekvésünk ellenére úgy tűnik, Magdi átírja az angol-magyar szótárat. Kíváncsi vagyok, lesz a harmadik rész, hogy kialakuljon a Lementine trilógia. Azt kérdezem, hol az elfajzott jellemtelen fiad? Nem én vagyok az anyja. Itt? Dehogy várom. Akkor gyere vissza később.